Az út a Káváriának az eredeti szintjét látjuk, hogy majd egy másfél méterre mélyebben volt. Ami most ajtónak látszik, az valamikor egy kis ablak volt. Ami mögött a megkötözött kezű Jézus szobrát látjuk, azt a szimbolizálja, hogy a nagycsütörtök az éjszakáját, amikor Jézust megostorozzák, ugye az olajfák kertjébe elfogják és elviszik a főpap udvarába, majd Pilátushoz, és ez az oszlop tövében áll Krisztus, a megkötözött, akit ugye megostoroztak a katonák. A Kálvária kápolna, bár egyik jellegzetessége bátaszéknek, mégis olyan állapotba került, hogy nem lehetett tovább várni a felújítással. Építészeti szempontból is különleges, hiszen azon kevés kálváriák közé tartozik, mely síkvidékre épült. Pedig van olyan települése az országnak, ahol külön dombot építettek egy kálváriának. A felújítás első fázisába tart a rekonstrukció, most derülnek ki olyan építészeti problémák is, melyek a jövőre nézve még feladatokat jelentenek. Tehát, hogy láthatjuk azt, hogy mielőtt a Kálvária felújítása teljes egészében megtörténjen, az arra volt szükség, hogy a vakolatokat, ahol kívánkozott, teljes egészében le kellett verni, hogy majd vízteleníteni tudják az épületet. Amikor ez megtörtént, hogy a vakolatot leverték, kiderült számunkra, hogy ha szembe állunk a Kálváriával, a baloldali részen a följáró lépcsőnél egy nagyon súlyos probléma került elénk. Életveszélyes az egész följáró, amit majd most vissza kell bontani, és teljes egészében újra kell építeni. A lépcsőket is kibontják, mégpedig azért, hogy az alatta lévő földet teljes egészében kitermelik, hogy levegőssé tudjon válni a lépcső följáró, és ezáltal a Kálvária se vonja magához annyira a nedvességet, mint ahogy eddig tette. Az első fázisok történnek most, ugye a víztelenítés, a vakolatleverés, majd visszavakolják egy ilyen olyan vakoló anyaggal, ami a vizet majd elszívja a faltól. Most egy jó ideig az első fázis lesz látható a híveknek is, amikor majd elkészül. Igazából szemre még nem a megújult teljes Kálváriát látjuk, hanem az történik, hogy technikailag az épület stabillá tudjon lenni. A lehetőségekhez képest a város minden segítséget megad az egyháznak arra, hogy ezt az épületet a jövő számára is megőrizze, a műemléket rendben tudja tartani. Eljött az a pillanat, ami már nem volt halasztható, és egy teljes átfogó felújításra van szükség. Köszönetet szeretnénk itt is mondani Puskás Imre képviselő úrnak, akinek a közbenjárására az egyház 20 millió forint támogatásban részesült, és ebből tudott megkezdődni ez a munkálat. És ahogy plébános is elmondta, továbbiakban is együtt fogunk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet többletforrásokat, illetve további forrásokat megszerezni annak érdekében, hogy kompletten, teljes egészében fel lehessen újítani ezt a ritka építészeti elemet, ami itt Bátaszéken található. Úgy tudom, hogy magánszemélyek is próbálják segíteni ezt a beruházást, hiszen a Kálvária közvetlen közelébe egy magánszemély is területet ajánlott föl, hogy lehessen bővíteni magát a területét, a Kálvária kápolnának a területét, és a város pedig abban próbál majd segítséget adni, hogyha a beruházás teljes egészében elkészül, a földmunkákat, illetve a területről való vízelvezetést azt a város saját költségén fogja majd biztosítani, hogy komplett módon gyakorlatilag birtokba lehessen venni ezt a igen ritka egyházi létesítményt. Azon túl, hogy a nagybőjti időben tudjuk használni keresztúti ájtatosságokra, azt gondolom, hogy a terület, hogyha megbővül, akkor más célokra is tudjuk használni, például családi rendezvényekre is alkalmas lesz a Kálvária környéke és a kertje.
Jelenleg arról is folynak tárgyalások, hogy a terület megnyitása után olyan kulturális tér alakulhatnak ki a kápolna környékén, mely lehetőséget biztosítana egyházi jellegű koncertek, szabadtéri előadások lebonyolítására. Jelenleg tervezési szakaszban van egy olyan jótékonysági koncert megszervezése is a nyár végén vagy a kora ősz folyamán, amelynek bevétele hozzájárulhatna a bátaszéki Kálvária kápolna beruházásához.